kedves nézőinket! A Fedássári Színház online műsorát láthatják, amelyben betekintést nyerhetnek a színház életébe, és megismerkedhetnek művészeinkkel is. Elsőként Tompa Ábellel ismerkedjünk meg. Jó estét kívánok! Mesélj kicsit magadról! Én jelenleg a Budapesti Zene Akadémián vagyok másodéves karmesterhallgató, és zenei tanulmányaimat Romániában kezdtem, a Kolozsvári Zenei Gimnáziumban, ahol zongoraszakos voltam, majd harsonaszakos. Utána még egy évet eltöltöttem itt Pesten a Bartók Konziban, ahol zeneszerzős szakos voltam, és utána kerültem be a Zeneakadémiára karmesterszakra. És miért döntöttél úgy, hogy miért döntöttél a karmesteri pálya mellett? Hát nekem a karmesteri pálya az úgy ötlött, hogy jutott eszembe, hogy mint harsonásokat sokat játsztam zenekarban, érdekelni kezdett a zenekar világa, sokat hangszerelgettem, és volt esélyem otthon Kolozsváron egyszer vezényelni az iskolának a zenekarát, és akkor döntöttem úgy, hogy hát igen, ezt szeretném csinálni, és ez szerintem egy olyan szakma, ami megenged olyan művészi szabadságokat, amit egy átlag zenekari zenész hiányol, vagy nem lehet meg neki, mint például repertoárválasztás, azzal, hogy kivel dolgozik együtt az ember, ilyen. Szóval ezek az aspektusok is vonzók voltak számomra. Eddig milyen operetteket vezényeltél? Eddig három operettet vezényeltem, és négy előadást, és mind a négy itt volt, mind a négy itt volt a Fedássári Színházban, és ez a színházhoz kötődik az első operettes koncertem is, ugyanis a Huszka Jenő Lili bárónőjét vezényeltem, az volt az első operettes tapasztalatom, és azután kedveltem meg igazán ezt a műfajt, mert akkor... hogy elmenjek, megnézzek, majd mondjuk aztán belógtam egyszer egy Csárdás királynő előadásra, de nem tetszett, úgyhogy kimentem. Körülbelül a Nyitány után, vagy a Szilvia belépője után, már meg sem emlékszem. És hát akkor ugye az itteni, aki akkor itt kürtös volt, az jó barátom, meg zeneakadémista társam is, Kis Norbi, és ő mondta, hogy itt van, amikor van karmesterhiány, és akkor felhívtam a Sárkány Krisztiánt, aki ugye itt az igazgató, és kérdeztem, hogy hát lehetne bármi ilyen lehetőség, ugyanis nekünk tényleg ezt a karmesteri szakmát csak úgy tudjuk igazán megtanulni, hogyha minél több időt töltünk zenekar előtt, szóval értelemszerűen ez olyan, mint amikor autót vezetni is csak úgy lehet megtanulni, hogyha beülsz az autóba. Most ami a Zeneakadémián történik, nyilván a körülményekhez mérten, és ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy mondjuk a főtárgyvizsgánk egy profi zenekarral történhet, meg évente van több alkalmunk is zenekarral próbálni, csak hát nyilván nem lehet minden egyes főtárgy órára kifizetni egy komplett zenekart, főleg azzal a széles skálájú művekkel, amiket mi vezénünk, meg amiket feladnak nekünk. Úgyhogy mindenki keresi a lehetőséget arra, hogy bármekkora, bármilyen szintű zenekar előtt álljon és próbáljon, vagy előadást vezényeljen, szóval kipróbálja magát emberek előtt, mert hát tényleg másképp reagál a zenekar az emberre, mint a főtárgyórán zongorázó kollega. És hát akkor Krisztián mondta, hogy hát akkor lenne ez a Lili bárónő lehetőség, és akkor volt a tényleg az első napon, amikor benne voltam szőröstül-bőröstül egy operett előadásban,
és hát ez egy nagyon jó élmény, nyújtott első óperát, szerintem egy elég óperetnek vezénés szempontjából, ugye azt tudni kell, hogy az operett az nagy vezénés technikai felkészültséget igényel, ugyanis rengeteg benne a tempóváltás, valamint az énekeseknek a szabadság, akit nyilván követni kell ilyen szempontból, mivel mi ilyenkor alárendeltek vagyunk, szóval ő áll a színpadon, ő énekli a szólót, nekünk az a kötelességünk, hogy őt kiszolgáljuk ilyen szempontból, meg hát nem utolsó sorban ott vannak a táncrészek, táncjelenetek, ami szintén azt a nehézséget hozza, amit mondjuk a balett is hoz, hogy lábra kell dirigálni, szóval magyarul, amikor például a dupla szereposztása van az embernek, és akkor az egyik szereplő az egyik szereposztásban magasabb, a másik alacsonyabb, akkor nyilván más-más tempókat kell venni, mert az egyik hamarabb él földre, mint a másik egy ugrásnál, és hogy akkor minden pont együtt legyen vele, akkor ez nagy odafigyelést és technikai manőverezést igényel, úgyhogy ütéstechnikában nagyon finom és apró mozdulatokkal kell sok mindent megoldani, de ugyanúgy nagyon, nagyon tisztán és érthetően a zenekar számára, mert hát egyhogy az énekes az ott van általában egyedül, de hát mondjuk itt a Fedássári Színház esetében van, ha jól emlékszem, 9 muzsikus az árokban, most nem biztos, hogy ez a szám, de kb. 9 muzsikus van az árokban, akinek a szemeljekben mind a karmesterem van, és igazából ilyen helyzetekben mi tartjuk össze a színpadot az árokkal. És hát igen, ez a Libi Bárónő egy jó élmény volt számomra, és utána mondtam a Krisztiánnak, hogy remélhetőleg ennek lesz folytatása, hál' Istennek volt is, és hát volt kétszer is lehetőségem eldirigálni a legnagyobb, hát szerint véleményem szerint nem feltétlenül a legnagyobb magyar operett, de hát a közvélemény szemében a legnagyobb és a legismertebb magyar operettet, Kálmán Imrének a Csárdás királynőjét, ami szintén egy hatalmas élmény volt, hogy ilyen fiatalon már egy ilyen, hát mondjuk a Magyar Zenés Színház repertoár darabját kétszer is dirigálhattam, és akkor még volt az idei évadban egy esélyem, hogy Ábrahám Pál Bála Szabolybant dirigáljam kétszer is, szóval az egy dupla előadás volt, ami viszont tényleg fárasztó volt, mert az már egy 6 óra volt egy reggeli főpróbával, ami igencsak fárasztó volt, mert tudtam már, te is benne voltál, tudod, hogy az milyen volt. És hát azért volt nagyon izgalmas, mert Ábrahám Pál, ő már elkezdett abba az irányba mozogni, amiből aztán később kifejlődött a Gershwin Musical, a Broadway, meg hát az Eisenman Mihály, a Fényes Szabolcsék, szóval a revue operett, bár Ábrahám Pál sok a tragikus operett királyának is hívják. És hát ez egy teljesen más zenei világ, és ez a kezdeti szimfonikus jazznek az egyik legjobb példája, és ez olyan problémákat merít fel, hogy mennyire ragaszkodjunk mondjuk a ritmus szekcióban, ami dob, ögő, zongora, ahhoz, amit a mester eredetileg leírt, vagy ilyen szempontból tegyük pörgősebbé, tegyük modernebbé, modernebb swing képleteket rakjunk bele, vagy megmaradjon az eredeti hangzás világában és hangszerelésében. De hát azt kell mondanom, hogy az nekem az egyik, hát én azt mondanom, hogy az volt a legjobb élményem ebben a színházban, és a színpaddal is nagyon jó volt együtt dolgozni, meg hát a muzsikusok is nagyon kitettek magukért, szóval szerintem ez volt ennek a színháznak, vagy nem tudom, hogy még játszátok-e, de hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon szintes két előadás volt. És hogyha nem zenélsz, akkor mivel töltöd a szabadidőt? Ha a szabadidőmet azt általában a főzéssel töltöm, olvasgatással, vagy éppen a barátnőmmel csinálunk ezt, azt elmenünk múzeumokba, kiállításokra, úgyhogy megpróbálom a szabadidőmet minél több minőségi és önfejlesztő tevékenységgel tölteni. Szerinted a fiatalok körében miként lehet megszeretetni ezt a műfajt?
Ezt a mifajt, az operettet magát, szerintem egy olyan utat kell választani minden esetre, ami inkább a zenén alapszik, szóval, mint láttunk erre példát az Operett Színház sok mostani előadásában, legyen az a Én és a kisöcsém, Maja, Chicagói hercegnő, ezek az előadások mind azzal az alapötlettel születtek meg, hogy a szerzők által létrehozott zenei alapra egy áthangszerelés készül, ezáltal sokkal kortársabb jazz, latin ízek szólalnak meg, és szerintem ez az egyedüli, amivel tényleg csak magával a műfajjal így lehetne előre haladni a fiatalabb közönség körében, meg hát amit sok színházon látunk, hogy közelednek a közönséghez, találkozókat szerveznek meg a, hát nem csak a színészekkel, az alkotókkal, stb. Úgyhogy én abban nem hiszek, hogy szövegileg vagy látványvilágilag túlságosan lehetne ezeket a műveket modernizálni, ugyanis sokuk nem bírja meg ezt a változtatást, és ezért nagyon erőltetett lesz, és még unalmasabb lesz a közönség számára, mint hogyha csak simán klasszikusan előadnák azt a történetet azzal az eredeti szövegkönyvben. És milyen érzés például egy 3 órás operettet végignézni? Hát az operettben az a szerencse, hát mondhatnám így, hát végül is szerencse, hogy mivel részben próza is és zenés darab is, ezért van lehetőség egy kis pihenőre, de ugyanúgy végig kell koncentrálni ezt a 3 órát, és ott kell lenni. Még a prózai részekben sem lehet lelkileg vagy szellemileg pihenni, ugyanis amikor véget ér egy prózai rész, és kezdődik egy dalbetét vagy egy táncbetét, akkor az addigi jelenetnek, meg a színpadon történteknek az energiáját kell átvenni, hogy az előadás összefogott és koherens legyen ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem ennek is megvan a nehézsége, nyilván nem egy olyan fizikai kihívás, mint mondjuk egy Wagner operát, ami mondjuk 4 óra is lett, és lehet, és folyamatosan megy a zene pár szünettel, de akkor is sokkal, hát nem sokkal nagyobb, de másfajta koncentrálást igényel, viszont az operettben ezt a 3 órát nem érzi meg az ember, mert sokszor egy öröm vezényelni, és tényleg nagyon energikus folyamat az egész, úgyhogy nem mindig érzi meg ezt a 3 órát az ember. Köszönöm szépen, hogy eljöttél! Reméljük, ezzel felkeltettük a kedves nézőink figyelmét, továbbra is kövessék a színház online életét. Köszönöm, hogy itt vagy. Vigyázzanak magukra, egymásra és szeretteikre. Viszontlátásra!